Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás július hónapra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A férfi utal a lelki társadra, vagy a férfiakra. Látható, hogy mennyire távol van ez a férfi tőled. Ez jelentheti a távolságot, hogy messze él, például külföldön él, vagy azt is jelentheti, hogy vagy te vagy visszahúzódó, vagy ő visszahúzódó, hogy most nincs olyan szoros kapcsolat kettőtök között. Mindketten a kártya kivetés szélén vagytok, ő is. A különbség csupán az, hogy ő a kártyák fele figyel, tehát odafigyel bizonyos dolgokra, te viszont, ha egy hölgy vagy, eltekintesz a kártyáktól, mert jelenleg minden olyan soknak tűnik, fáradt vagy, kimerült vagy, visszahúzódó vagy, nincs kedved bizonyos dolgokra odafigyelni. A fejünk fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Ha te egy hölgy vagy, a fejed fölött nincs kártya, az jelenti a te zárkózottságodat, hiszen nem engeded azt meg, hogy mások belepillantsanak a gondolataidba. Sőt, itt a közelben a könyv jelentheti a zárkózottságodat. Az ő gondolataiban ezek a kártyák jelennek meg. Itt a koporsó az jelenthet egy örökösödési ügyet, itt a ház, a családi kapcsolatokat. De jó lesz a kimenetel, hiszen itt van a virágcsokor. Ez a koporsó azt is jelentheti, hogy ő lezár bizonyos dolgokat, mint például, ami itt a koporsó mellett látható, ezek a viták, a veszekedések valószínű így a családon belül, hiszen ez a ház jelenti a családi kapcsolatokat. Persze jelentheti az otthonát is, és az is előfordulhat, hogy a koporsó lezárja ezt, és lesz egy költözködés, vagy keres egy új otthont, és itt egy ilyen régi épületről van szó, viszont a virágcsokor jelenti a kertet, vagy azt, hogy ő kiépíti ezt a házat. Vannak ilyen tervek nála. A virágcsokor azt is jelentheti az ő gondolataiban, hogy gondol rád, szépnek, ápoltnak lát téged, vagy tervez valamit, és lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék a részéről. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. Te eltekintesz bizonyos dolgoktól. Itt melletted az utak jelentik a döntéseket, hiszen lesz egy új irány, lesznek változások, de jelenleg még nem akarsz döntéseket hozni. Itt a könyv utalhat a zárkózottságodra, vagy arra is, hogy itt lesz egy tovább tanulás. De nem tudod még, hogy melyik területen, melyik irány lenne jó. A gyermek utalhat a gyermekekre, lehet, hogy nála lesz szeptembertől iskola változás, és lesznek itt döntések. A gyermek jelenthet egy új kezdetet, egy új irányt. Itt a hold utal az anyukádra, az anyai érzelmekre, mivel itt a hold mellett megjelenik a gyermek,
ez jelentheti egy kisbabának a születését is. Lehet, hogy nem nálad, hanem a környezetedben vagy a családban. A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és te a vitákat, félreértéseket le akarod zárni. Azt szeretnéd, ha lenne itt mozgás, vagy valaki közeledne hozzád, és itt látható a szerencsés fordulat. Ez a kép utal mozgásra, ez lehet egy kirándulás, ez lehet egy költözködés, lehetnek változások, vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy valaki útban van hozzád, de ez még egy titok, tehát még nem látod, hogy ki és hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád, de itt látható az ártatlanság, a szerencse, tehát megbízhatsz ebben a személyben, ez lehet egy nő, lehet egy férfi is. Második hét, július hónapban itt látható. Itt a torony jelentheti a magasságot. Ez lehet egy személy, egy magas és sovány személy. A torony azt is jelentheti, hogy szeretnél kiépíteni valamit. A torony utalhat egy hivatalos dologra, vagy egy bírósági ügyre is. Az egerek eltávolítják a korlátozásokat. Az egerek eltávolítják a vitákat, a félreértéseket. Az egerek el tudják a koporsót is távolítani, ami jelenthet egy olyan időszakot, amikor nem volt mozgás, minden úgy állva maradt. Az egerek eltávolítják itt a hamisságokat is. És lesz egy kellemes fordulat, hiszen itt van a virágcsokor, ez lehet egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék, de lehet egy szép környezet is. Itt a kutya jelentheti a házi állatokat, vagy a hűséget, de utal barátságokra is. Mivel a kutya mellett itt van a kígyó, és jelenthet egy nőt, itt egy barátnőről van szó. Ez a barátnő messze él, lehet, hogy külföldön él, de lesz egy jó kapcsolat, hiszen írni fog, keresi veled a kapcsolatot. Itt a hajó jelenti a reményt, ez lehet egy jó szerződés is, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Itt lesz vidámság, beszélgetés, egy jó hír, és ez a kapcsolat erőt ad számodra, hiszen itt alattad megjelenik a medve, jelenti az élet erődet, amivel be tudod bizonyítani magadat, jelentheti a belső erődet, a hitet is. Harmadik hét, július hónapban itt látható. Ez a férfi sokat töpreng az otthonát, a családi kapcsolatot illetően. A környezetében megjelenik a ravasz róka, valaki figyelgeti őt, valaki ártani akar neki. Nem csak ami az otthont, a családot illeti, hanem a munkahelyet is, hiszen a ravasz róka mellett itt a horgony jelentheti a munkát, a hivatást. Lesznek változások, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés, lehet, hogy még nem július hónapban, hiszen itt még valami átláthatatlan, megjelenik a felhő. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül lesz munkahelyi változás, vagy valami változik az otthonában, a családban. Itt lesznek új kapcsolatok, szerződések, ami szerencsét hoz. A csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentik azt is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen kell lenni,
és akkor lesznek változások. A csillagok utalhatnak asztrológiára, vagy egy spirituális területre is, és itt egy vonalban a kígyó meg a fa jelenti a gyógyító erőt, az is lehet, hogy megvan nálad ez a tehetség, és itt van a hivatásod. Itt lesznek kapcsolatok, szerződések, a kereszt jelentheti a hitedet, hogy higgy magadban, higgy a jövőben, higgy a sikerekben, a szerelemben, de ez a kereszt jelent döntéseket is, hiszen akkor is, ha elfordulsz a képtől, mégis látható, hogy el fogsz érkezni az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba lesznek fontos döntések, és itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tiszta érzelmeket, a tiszta gondolatokat, és a nap megvilágítja az utakat, sőt, itt is láthatóak az utak, lesznek itt fontos döntések, vagy júliusban, de ez eltarthat augusztus hónapig. Utolsó hét, július hónapban itt látható ez a férfi áll a középpontban, előtte a hegy még jelenti a problémákat az otthonában, a családban, az anyagiak terén, a munkahelyen, sőt néha úgy érzi, hogy nem kapja meg az elismerést, de lesznek változások, mert az egerek itt eltávolítják a problémákat, a vitákat, a hamisságot és a hegyet is. Így van, hirtelen változik a helyzet, lesz pénzbevétel, több elismerés, akkor is, ha néha még itt van a felhő, és számára ez még átláthatatlan, de fontos lenne, hogy a kezébe vegye a kulcsot, hogy legyen magabiztos, legyen meg ez a magabiztos fellépés. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni, és ez jelenti a szerelmet, a párkapcsolatot, de az anyagiakat is, meg az értékeket. A fának van gyógyító ereje, lehet, hogy ez a hivatásod, hiszen itt tanulni fogsz valamit, jelentik itt a kártyák, a továbbképzést, a szerződéseket, a kapcsolatokat, és itt van a gyógyító erő. A nap megvilágítja az élet utakat, könnyebb lesz a döntés, itt megvan az életerő, és a nap kihat a szerelemre, amikor megvan a vonzalom kettőtök között, a nap megvilágít téged és őt is, így láthatóvá tesz benneteket, sőt a nyilvánosságon is, az azt jelenti, hogy majd lesz itt egy találkozás, és itt tisztázódnak a dolgok. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!